Szent Erzsébet élete tanítás. Arra ösztönöz, hogy ne zárkózzunk el a szükséget szenvedőktől, hanem nyissuk meg a szívünket és a kezünket a segítségre szorulók felé. Az alázat és a szolgálat útján járva találhatjuk meg az örök élet valódi kincseit. Legyünk mi is olyanok, mint Szent Erzsébet. Szeressük embertársainkat, mutassunk irántunk megértést és támogatást, és osszuk meg mindazt, amivel az Úr megáldott bennünket. Így élve, együtt haladva az örök élet útján, talán mi is elnyerhetjük azokat a szavakat a mennyben, amelyről hallunk a Szentírásban Mátétól: gyertek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, ami nektek készített idők kezdete óta. Örömmel gyűltünk össze, kedves testvérek, hogy együtt ünnepeljük tehát ezt a nagy szentet, ezt a fiatal asszonyt, aki 24 évet élt, és mégis teljes életet élt. Ő nem csak a magyar nép tiszteletének része, hanem egy olyan keresztény példa, aki életével és cselekedeteivel méltóvá tette magát valóban a legnagyobb szentek közé. Szent Erzsébet élete ezért sok-sok szempontból példaértékű. Fiatal korától kezdve láthatjuk benne az Isten iránti elkötelezettséget és a szolgálat iránti vágyát. Ahogyan az evangéliumban tanítják, Jézus követése nem mindig könnyű. De Szent Erzsébet megmutatta, hogy igenis alázattal, a szeretet útján járva az ember találkozhat az igazi boldogsággal. A Szent Erzsébet életéből merített tanulságok közül kiemelkedik az, ahogyan a szegényekkel és a rászorulókkal bánt. Hiszen nem csak anyagi segítséget adott, hanem személyesen is részt vett a szolgálatban. Ebben a világban, ahol oly sokszor elfordulunk egymástól, Szent Erzsébet példája arra ösztönöz bennünket, hogy nézzünk valóban szembe a szükséggel, és tegyük meg, amit tudunk azért, hogy mások terhét enyhítsük. De arra is nagyon, hogy hogyan kell segíteni, hogyan kell adnunk alázattal és szolgálattal. Nem azért, hogy kírják valahol a nevünket, hogy mennyi alakoztunk. Az alázat, a szeretet szolgálata az, ami igazából érdemesíti a cselekedetet Istenhez méltóvá. Az emberséges szeretet gyakran az egyszerű cselekedetekben rejlik. Ahogy a Szent Erzsébet is tette, mi is legyünk készek megosztani a kenyerünket az éhezőkkel, és megosztani az időnket másokkal. Megosztani mindenünket. A szeretet igazából erről is szól, hogy megosztani magunkat másokkal. Ahogyan Szent Erzsébet is tette, mi is legyünk készek nap mint nap erre a cselekedetre. A szeretet aktív részvételt kíván, és az életünk minden területére kiterjedhet. Családunkban, közösségeinkben, és azon túl az egész társadalomban is. Testvérek, ma nem csak a múltat ünnepeljük, hanem arra is emlékezünk, hogy Szent Erzsébet példája valóban ma is él. És azt szeretnénk, hogy tovább éljen. Az üzenetét hordozzuk, megéljük, és továbbadjuk. Akkor van értelme minden ünneplésnek, hogyha nem csak emlékezünk, nem csak méltatunk valakit, valamit, egy eseményen, hanem abból akarunk meríteni erőt, hogy tovább tudjuk vinni azt az üzenetet, amit hordoz ez az esemény. Ez a kápolna már valóban egy évben egyszer van használatban. De mégis valamiképpen a jelenlétével is üzen nap mint nap nekünk. És ha évente egyszer is összegyűlünk, és itt imádkozunk, és emlékezünk, felidézzük az ő személyét, az ő nagyságát, az kell, hogy hasonl ránk, hogy megtanuljuk és megérezzük az ő igazi ényének a szépségét, és akarjunk mi is
olyanná válni, amennyire csak lehet, mint Szent Erzsébet. Az ő élete tanít tehát, hogy a hit nem csak szavakban, hanem cselekedetben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Az Isten iránti szeretet ösztönöz minket arra, hogy legyünk valóban készek szolgálni és segíteni másokat. Kedves ünneplő testvérek, kérjük most az Urat, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, hogy követhessük Szent Erzsébet példáját. Legyenek szívünkben az alázat és a szeretet, és általunk mások is lássák meg Isten végtelen szeretetét és irgalmát. Amen. Édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magunkról.